A Reac pályán fogadta a Magyar Kupában a Ferencvárosta a Vecsés futballcsapata, amely a zöld-fehér szurkolói kemény magot is vendégül látta a klubkártya nélkül a mérkőzésen. A kis csapat végül 6 re kapott ki, edzője a korábbi válogatott védő Urbán Flórián. Hozzáállásról, focista önbizalomról mesél nekünk már is. Szia, jó reggelt kívánok! Flóri, ugye többször elmondtad, hogy te mindig bármilyen csapatnál vagy, megalkuvás nélküli küzdés vársz el a játékosoktól. A Fradi ellen a meg ez? Maximálisan meg volt. Ez? Maximál sem meg volt a játékosai mindent megtettek azért, hogy sikeresek legyenek, de hát a végén azért kijött az osztályi különbség, több osztályi különbség, de a játékosaim, én azt láttam rajtuk, hogy az utolsó pillanatig mentek, küzdöttek, ennyire volt elég. Egy picit én azt gondolom, hogy a hat gól talán egy picit sok, ebből három elkerülhetett, elkerülhetett volna, de mindig is elmondom, hogy a játékosaim azért játszanak most a megyei egyben, mert gondolkodásban és fejben gyengébbek, mint mondjuk egy ilyen vegyes labdarúgó. Rossz döntéseket hoztak, és ezért lett a hat, picit túlzó, de az most az a küzdés, harcosság, hozzáállás, amit tehát dicsért a csapatodba, a, a, annak a dicsérete az, amikor a Fradiban mondjuk Böde azt mondta, hogy hát azért nagyon nem volt rendben a hozzáállása egy-két játékosnak. Tehát, hogy, a, hogy azért a Fradi nem úgy jött el erről a meccsről, hogy, hogy hát hogy szuper, hát egy kis csapatot levertünk, amennyire csak tudtunk. Hát igen, az első fél az 0-0 volt, és én úgy érzem, hogy elég szervezetten is, és, jól védekeztünk. A Ferenc nem tudott mögén kerülni, és talán egy vagy két olyan helyzet volt, amivel esetleg volt ott volna szerezni. A második fél dőbe, ugye bejött Bölde Dani, aki, aki látszott, hogy egy, egy a jobb játékos, mint akik a pályán voltak addig és ő hamar eldöntött ezt a mérkőzést. Hát én nem tudom, hogy ott belülök, hogy gondolják, vagy hogy mi van a Ferencvárosnál, vagy ők hogy küzdenek, vagy, vagy mit csinálnak. Én azt tudom mondani, hogy a játékosai maximálisan megtettek mindent azért, hogy sikeresek legyenek. Ezzel a vecséssel neked mi lehet a célod? Ugye az első fordulóban is ez a küzdő mentalitás hozta azt a fölényes sikert, amit ugye a fűszfő ellen értetek el. Hát így egy mb 3 ból kiesett csapatról van szó. Szóval. Hát igen, korábban volt a 2 ben is, igen. és most megyei első osztályban szerepel. Tavaly nyáron az Zoltán lett a klubnak az elnöke, más alapokra helyezték a, a dolgokat. Szeretné a klub, hogyha visszakerülne arra nívora a nívóra a csapat, mint ami korábban volt, az MB2 picit azért sok lenne, hiszen most már egy, egy csoportos MB2 van. De, de némiképpen ez... ilyen Csank Jánosi feladat ez, igaz? Tehát hogy visszazuhan egy klub megyébe, és akkor hozni föl őket. Igen, igen, mindenképpen az, hogy hogy visszakerüljünk, mindenképpen az MB3-ba szeretnénk visszakerülni, ez megvan minden feltétel, minden adott, a városi csapat mögött áll maximálisan támogatja. Nyugodtan lehet dolgozni szakmailag. Nyáron olyan játékosokat kerestem, akik azonosulnak az én mentetésommal, akik úgy gondolkodnak, hogy én. Fiatalokat kerestünk, meg is találtam. Én azt látom a csapaton, hogy nagyon együtt van, nagyon egységes csapat. A bajnokságban az első négy fordulóban négyből négy győzelmünk van, 12 pontunk van. Én hiszek bennük, hiszek a és hiszek abban, hogy az elvégzett munka a vége meghozza a gyümölcsét. Te hogy találod meg az ilyen mentalitású futbolistákat, illetve hogy ismered föl, mondjuk, ha valakit nem láttál százszor focizni, hanem mondjuk csak egyszer-kétszer, hogy mondjuk olyan a hozzáállása, ami neked tuti nem fog megfelelni? Hát én beszélgetek vele. Melyik az árulkodó jelek? Én beszélgetek vele 5 percet, és én megmondom, hogy most ez. Akkor nem is kell látnod én... játszani, hanem csak beszélgetni én kell. Én vele. Beszélgetek vele 5 percet, értem, szóval megnézem a edzésen, és igazából én is keresem, tehát járom a pályákat, és nézem azokat a játékosokat, hogy ki tudnék esetleg betenni a csapatomba. De mindig fontos nekem, hogy hogy megnézek egy játékost, akkor utána beszéljek vele 5 percet. 5 uh -huh. perc után megmondom, hogy ezt a játékos tudom alkalmazni. Neked vannak-e az 5 perc mindig mindig tesztkérdéseid? <laughs> Nincsenek. Megnézem, hogy az ember hogy néz a szemembe, és milyen a hitvallása a futballról. És onnantól kezdve lehet tudni, hogy tudom használni, vagy nem tudom használni. Aha, világos. Na most ezen a mérkőzésen, ezen a kupa meccsen, a, a Fradi tábor is megéljen ezt a csapatodat. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert hogy, hogy a, a Fradi szurkolótáborral szemben tettétek ezt a gesztust, nem kellett klubkártya, hanem a Fradi szurkolótábor nem a saját stadionjában, hanem idegenben a vendéglátó által felkínált helyszínen nyugodtan tudott szurkolni. Ez nagyon furcsa helyzet. Különös volt, nem? Különös volt. Én, én nem tudom, hogy E, és nem is akarok véleményt formálni talán erről, hogy most ez a szkener, ez a beengedő rendszer, ez most jó vagy nem jó. E, a vezetők azt nem tudom, hogy, a, hogy a, Ferencvárosnak a vezetővel hogy egyeztek meg a jegyeladásban, e, a vendégszektorban viszont a hazai szektorban bárki vásárolt jegyet. Tehát az, az meg volt, hogy a hazai szektorban bárki bement, és e, hát a Ferencváros szurklok oda vettek egyet a hazai szektorba, és ott biztatták, én úgy érzem és úgy gondolom, hogy nagyon sportszerűen és nagyon tisztességesen a csapatukat, <kül> nem volt semmilyen Hát volt ott egy olyan incidens, hogy valaki behajított egy fákját, de maguk a szurkolók Így vezették van. el. Így van, pontosan azok vezették el, és el is mondták a mérkőzés után, hogy ez nem közülük volt, hanem ezt kintről az utcáról lőtték be, dobták be. Én, én úgy látom, hogy, hogy valamilyen formában kompromisszumot kell kötni a klubnak, mert ezek a szurkolók, akik ide kijöttek, tisztességesen szurkoltak, miért nem mehetnek be a Fradi stadionba, hogy miért nem mehetnek el bármelyik mérkőzésre. Ö, én azt látom, hogy ebben a dologban én mindenképpen kell, mert a szurkolókért kérne, hogy legyen, hiszen ide kijöttek, és a hazai szektorban fantasztikus hangot teremtettek, és én azt úgy érzem, hogy a saját játékosaimnak is nagyon jó volt, hogy egy olyan közegbe kerülhettek, ahol egy ilyen szurkolás van. Na várjál, akkor itt jön be az a kérdés, ami megint a magyar futballban mindig a nagy kérdés, hogy hát de hogy volt a szél a játékosaidat ez a közeg nem bénította? Mert hát ja, Ezt szoktuk mondani, hogy sok néző van, meg fantasztikus közeg, és akkor a magyar focista lebénul. Mert én választottam ki őket. <laughs> azért nem voltak <laughs> ja, Az a bizonyos 5 perces interjúk alatt. Én, ja. én elmondtam nekik a mérkőzéset is, hogy mi a feladatuk. <laughs> egy szinten nagyon jó játékosok, hogy előrelépjenek értelmszerű, hogy talán szerencsés kell vagy az életükben, de, de ezek a játékosok mindent megtettek azért, hogy sikeresek legyenek. Mekkora a különbség? Ez a 6 1 ez kifejezi híven a számszerűen azt a különbséget, ami mondjuk ma megyei első osztály tehetségesebb, jobb csapatai, meg magyar NBA egy vegyük azt átlagos csapatai között van? Kifejezi, ennyi különbség van. Én azt mondtam az előbb is, hogy egy kicsit túlzónak tartottam a hatot, tehát egy három gólos különbség azért van a két csapat között. E, mindenképpen azért, azt ugye tudnék, hogy egy m csapat napi kettőt edz, e, amíg mi e, munka után a játékosaim dolgoznak délelőtt, és utána. Azok az után, összes játékosat dolgozik? Igen, szinte mindegyik dolgozik, e, utána munka után jönnek, este 6 órakor tudunk edzeni, igaz, azt minden nap edzünk, tehát heti 4-5 edzés van de az életet látni a fizikai különbséget, hogy, hogy ezért kijött, és fejben is elfáradtak a játékosaim. Ennyi különbség, én úgy érzem, hogy azért van az MB1 és a osztály között. Mondjuk az MB3-ban az élmezőnyben lenni ugyanígy, ugyanennyi edzéssel, ugyanígy munka mellett lehetséges? <hállt> hát én most meg, meg nem kockáztatni, hogy ez a csapat most, ahogy van, az MB3-ban biztos, hogy az első nyolcon benne lenne. Uh -huh. A nyáron a felkészülés folyamán játszottunk mb 3 csapatokkal, nem az eredmény a fontos, de... Hát a én most a fűzfőre is utalhatunk. I, I, de nem az eredmény, de a játékban is felülmúltuk őket. De hát én, azt, én úgy érzem, hogy ez a csapat az nba 3 is meg tudná állni helyét. Ha már a vecsési küzdés, a, mit láttál viszont ebből a, ebből a, küzdésből, ebből a harcosságból a, magyar labdarúgó válogatott első erdés Hát annyira nem igazából láttam ebből semmit. Én azt éreztem, hogy, hogy ilyen kis ügyeskék, kimentek a pályára és ügyeskedni akartak, tudunk éppen a harcosságot nem lehetett beszélni, 1-0 után ezt a mérkőzést meg kell volna nyerni. Tehát, hogyha ha mondjuk bent a pályán van mondjuk egy olyan ember, aki vezéregyeniség, akkor ezt a mérkőzést megnyeri válogatott, ott nem volt vezéregyeniség. Valaki nem azért vezéregyeniség, mert a karcalak rajta van, hanem annak emberileg és mindenféle formában meg kéne felelni. Én nem éreztem, hogy a csapatban lett volna ilyen. Nagyon érdekes a véleményed, amit általában is szoktál ebben az ügyben mondani, és nem rejted vék az most Bódog Tamás, a Lipcse Bundesliga másodosztályú csapatának másodedzője, úgy fogalmazza meg, nyálas focistákkal nem lehet előrelépni. Hát én ügyeskéket mondtam. Ön ügyeskéket pedig, mondtál. Hát igen. ő pedig ezt. Én is mondhatom volna ugyanezt. Én is úgy érzem, hogy Mentális ezek a játékosok nem, nem, nem biztos, hogy, hogy jók egy váltott mérkőzésre. <tosz> Talán el kell ezen gondolkozni, és megkeresni azt a 20 magyar fiatal, aki felveszi a piros-fehér-zöld meszt, kimegy, és megalkuvás nélkül megtesz mindent. Meg lehet találni, hogy vannak ilyenek. Biztos, hogy Magyarországon lehet találni 20 fiatalt. Az, hogy Lipták belső védőként görcsben lement a pályáról, 12 perc el a meccs vége előtt, és már nem is tudott, nem jött vissza. Hát itt a tegnap itt volt Torgele Ersanyi, ő azt mondta, hogy ez szerintem érthetetlen és elfogadhatatlan. Hát főleg úgy, hogy mondjuk elment, azt hiszem, nem tudom hány fordul ment az NB1-ből, most volt a felkészülés, a nyári felkészülés, és utána mondjuk egy játékos begörcsöl a 80. percbe, hát ott akkor eléggé komoly problémák vannak, vagy a szervezetébe, vagy mondjuk a felkészülésében a nyári felkészülés nem biztos hogy úgy sikerült, ahogy kellett volna, mert fizikailag nincs olyan állapotban, hogy ezt a mérkőzést végig tudja játszani. Kiket látsz, láttál ebben a mostani válogatottban olyan keményebb srácoknak, akiknek a hozzáállása jobban tetszik, tetszik neked, és nem abba a konzumsztár kategóriába tartozik, ami nekem meg annyira nem jön be? hát nem tudnék neveket mondani így, nem is szeretnék. Tehát a Lovrenci is, amikor bejött a cseneként, ő próbált meg... A Lovrenci is belátta. Igen, abban látható hogy szeretne valamit. A Varga Józsi igaz, ő sem az volt, mert tehát körülötte sem olyanok voltak. Én nem igazából éreztem, hogy, hogy itt ez egy olyan csapat, aki fel van tüzelve, és mindennek akar tenni a győzelemért. Nem akarok ide mondani, hogy ki, kit lehetne, de hát ugye Magyarországon mindenki szövetség kapitány, van 10 millió kapitány. Nekem is van egy elképzelésem, van egy hitvallásom, van a Pintematének is. Én azt mondom, hogy én ezek közül 8 biztos nem játszottam volna. Uh -huh. Ki az, akit játszottál volna? A Juhász meg a Lovrencsics. Juhász meg a Lovrencsics? Uh -huh. Az, hogy ezek után fellángolt a vita, eleve ugye Pintér Attila kinevezése is olyan, olyan félszívű valami volt, hogy hát akkor nekünk kell egy nagy külföldi edző. Hát nem, de hát akkor, hát akkor most akkor Pintér Attila, és akkor most meg hát most akkor lehet, hogy nem Pintér Attila, és vagy várjunk -e egy kicsit, vagy most akkor próbáljuk meg vele Bukarestbe. Kapitány kérdés van-e szerinted? Én a, az a probléma, hogy van. Tehát nem lehetne ha valaki kinevezte, akkor hagyja dolgozni. Tehát az első oldalon alkalommal le akarják vágni a fejét, hogy na most aztán Pintér el kell küldeni, őt valaki kinevezte. Gondolom valamilyen meg is nézték, körbejártak a témát, és egy olyan embert neveztek ki, akkor azt mondta, hogy Pintér Attila, akkor hagyják dolgozni. Egy meccs után ne akarják elküldeni, hagyják dolgozni. Én azt úgy látom, hogy mondjuk két évet találtak vele, akkor hagyják dolgozni két évig egy picit fejetlen az egész történet, az egész magyar futball. Tehát a, nem csak a vágtottnál, de még egy NB1-es vagy egy nb csapatnál is, amikor egy edzőt kineveznek, egy vereség, két vereség, már rúgdossák kifelé őket. Miért? Hát, hogyha az a tulajdonos körbejárt, és az az ember kiválasztotta magát, akkor hagyja dolgozni. Hagyja legalább két évig dolgozni, mert körülbelül arra fogja a saját arcolat, a fejleszteni a csapatot. Én, ebben nem, én nem, én nem, érzem azt, hogy Attilát ki kéne rúgni, hagyják dolgozni, kiválasztották, akkor aki kiválasztotta, az hagyja és dolgozni, és ki mellette, mert még egyszer mondom, mondom azért, mert tudta, hogy ő az ember. De akkor arra mi a magyarázatod, mert Pintér Attila, eh, ahogy megismerhettük, klubedzőként egy kemény stílusú pasi. Most eh, ezt képest, eh, mintha tanástalanságot lehetne eh, felfedezni a, eh, rajta a viselkedésén az arcán a, a, a pálya mellett. Lehet, hogy, eh, lehet, hogy kevesebb beszédtechnikára kéne járni? Hát <kül> nem kéne járni semmilyen beszédtechnikára, én szerintem neki. Eh, ő maradjon Pintér Attila, amilyen volt. Ö, és hogyha egy picit valami hátsó sugalatra próbál változni, az nagyon nem jó. Én nem mindig is üdvözlődhetem, hogy őt nem kapitánynak, mert végre egy olyan keménykező edző, aki a játékosokat nem simogatja, hogy a, hanem oda fog vágni nekik. De most én is azt láttam, hogy egy picit, hogy nem az igazi Pintér Attila állt a kispad mellett, én nagyon bízom benne, hogy visszatér az igazi Pintér Attila a kispadra a Romániába, és ezeket a játékosokat megtalálja azokat a játékosokat, akik, akiket lehet fanatizálni, akiket lehet tüzelni, és Romániában sikeres lesz. Én mindenképpen szólítok neki, csak legyen, jöjjön vissza az ő saját énje, az igazi Pintér Attila, mert én is azt láttam, hogy mintha nem, nem, az igazi Attila lett volna a kis És Szalai Ádám jöjjön vissza? Hát Szalai Ádám, én azt érzem, hogy menjen be a templomba minden nap, dobjon be egy 100 forintost, és köszönjük meg a jó Istennek, hogy ott kint futballozhat, és ne okoskodjunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.